Falkovics Imre. A foglalkoztatási kerekasztal nevében következik felszólalása. A civil összefogás fórum előző konferenciáján már egy rövid összefoglalót volt szerencsém adni e területről egy szakszervezeti munkavállalói megközelítésből. Akkor egy olyan helyzetben voltunk, amikor még terveket szőttünk arról, hogyha egy normális és a társadalomnak, a nemzetnek elkötelezett politikai erő irányítaná az országot, akkor milyen teendők lennének itt ezen a területen. Nagy örömmel vettük tudomásul, hogy ez a feltétele a munkahelyteremtésnek ez bekövetkezett, és ebből fakadóan azokat a terveket, amiket akkor szőttünk, ma már a realitások tükrében van lehetőségünk vizsgálni. Ilyen vizsgálat tárgyát képezi, hogy Magyarország a kialakult munkaerőpiaci struktúrájával, a tudás struktúrájával, ami ugye a munkaerőre jellemző tudást jelenti, azokkal a feltételekkel, ami a női munkanélküliségből, a fiatalok munkanélküliségéből és az 55 év fölötti munkaerőnek az elhelyezkedési képtelenségéből fakad, mit tud kezdeni egy ilyen gazdasági környezetben a magyar kormány, a magyar társadalom, mint amit örököltünk, hogy az elmúlt 20 év örökségeként és az elmúlt 8 év örökségeként. Ebben a helyzetben teljesen világos, hogy nem kell itt ezen a fórumon belebonyolódnunk, hogy értékeljük azt a gazdaságpolitikai hátteret, ami ide vezetett, hogy a magyar társadalomban alig minden második embernek van munkája, alig minden második ember foglalkoztatott. Aki munkahelyen rendelkezik, az nem méltó körülmények között dolgozik általában, hanem egy olyan örökséggel, ami abból fakad, hogy a kommunizmus évei alatt, amikor a fizetését azért nem kapta meg, 100%-ban a végzett munkája után a munkavállaló, mert az állam gondoskodott róla a különböző területeken, a rendszerváltást követően felvetődött az a probléma, hogy már a fizetésében nem épül be ez a juttatás, vagy még mindig nem épül be, de viszont már gyakorlatban sem kapja meg azt a szolgáltatást, amit az elmaradt béreiből fakad. Tehát az a fajta társadalmi szerződés, és az a fajta alkotmányos keret, amit itt ma nagyon sokan ugye vitatnak, hogy szabad-e túllépni a 89-es, 90-es alkotmány keretein, mi egyértelműen amellett tesszük le a voksunkat, hogy annak érdekében, hogy ezeken a viszonyokon, ami a munkavállalók a társadalom számára elviselhetetlen körülményeket rögzítettek, feltétlenül változtatni kell. Ugyanis nem egy mesterségesen összehívott értelmiségi kör által meghatározott alkotmányos keretek szabhatják meg a tevékenység kereteit egy társadalom részére, és sújthatják a társadalom széles rétegeit képező munkavállalókat, ugyanis abból a gazdaságpolitikai filozófiából fakadóan, ami Magyarországot kitette annak a veszélynek, hogy Magyarország a tőkekihelyezéses erőforrás gyarmatosításnak egy laboratóriumá vált itt az elmúlt időszakban, abból ezeknek a következményeit csak és kizárólag a mai alkotmányos keretek között a munkavállalókra lehetne rakni. Tehát nem lehetne terhelni a vállalkozásokat, nem lehetne terhelni ugye a pénzintézeteket, amelyik messzeföldön a legmagasabb profitra tettek szert itt az elmúlt időszakban. Tehát ebből kiindulva azt mondjuk, hogy a magyar kormány által előterjesztett foglalkoztatás politikai elképzelések mögé kell a civil szektornak is beállnia, és hogy az a fajta elképzelés, ami az meghaladt és elvetett neoliberális gazdaságpolitikából, a piaci fundamentalizmusból, vagy az összefoglaló néven washingtoni konszenzusból fakad. Ezt megfordítva, amit most tárgyaltunk egyébként az Országos Érdekegyeztető Tanácsban, a jövő évi költségvetést, a talpraállás költségvetéseként lehet értékelnünk, és annak a foglalkoztatás politikai és növekedési szegmensét maximális mértékben az adott körülmények között jó szívvel a civil összefogás fórumban lévő munkavállalókként tudjuk támogatni. Ennek az elemei ugye, ahogy megismerhettük, három lépcsőből állnak. Az első lépcső az, hogy Magyarországon mintegy 360 milliárd forint marad vásárlóerőként a munkavállalóknál. Ennek a 16%-os egykulcsos személyi jövedelemadónak a következtében. Ezt úgy általában lehet vitatni szakszervezetként, hogy ez egy tisztességes megoldás-e. Most minden esetre az adott körülmények között feltétlenül szükség van arra, hogy vásárlóerő kerüljön a magyar belső piacra. És ez egybeesik egyébként a valuta alap elképzeléseivel, a nemzetközi gazdasági fórumokon, porondokon tapasztalható elképzelésekkel is,
hogy a belső piacoknak nagyobb szerepet kell szánni, mint az exportnak, vagy legalább olyan szintűt. Tehát itt marad egy belső vásárló. Ez milyen mechanizmuson keresztül kerül ugye a növekedéshez, a gazdaság növekedéséhez, és ebből hogyan keletkeznek munkahelyek? Nos, a munkaerő szerkezetből fakadóan ugye csak is olyan gazdasági növekedés jöhet itt szóba, amely figyelembe veszi a magyar gazdasági adottságokat. Ezek között ugye a fantomgazdaság, a tőkepiacoknak a támogatása helyett a reálgazdaság folyamatainak támogatása egy prioritás, és ezen belül annak a reálszférának a támogatása, amely tevékenysége kapcsán ugye széles körben beszállítói piacot teremthet, és egy olyan funkciót szolgál, ami egyébként a társadalom javára szolgál. Ez az építőipar, ahogy már a múltkor is ugye megjegyeztük ezt. Emellé az építőipar mellé esetlegesen az ingatlan piacoknak és az ingatlan forgalmazásnak a területe is, mint növekedési potenciál bejöhetnek, és ez munkaerő felszívására, illetve teremtésére alkalmas terület. Itt tulajdonképpen a foglalkoztatás hatékonyságát az növeli, hogy erre a területre mintegy 150-200 milliárd forinttal számol a kormány, hogy a megtakarításokból be fog fordulni az előtakarékosság, a lakás előtakarékosság kapcsán a tőkepiacra, és ez megint csak ugye a reálszférát támogató folyamatokban munkahelyeket fog teremteni. A harmadik terület ugye a belföldi turizmus lenne a kormány prioritásai szerint. Ezt a tavaszi konferenciánkon volt lehetőségem nekem is, mint területet kiemelni. Ennek a lényege az, hogy Magyarországnak a sajátos adottságait kihasználó olyan gazdaságfejlesztéseket kell tennie, mint ahogy Ausztria is teszi, ugye adottságként kezeli a lejtőket és a havat, ami telente ugye megjelenik, és erre épített föl egy olyan infrastruktúrát, az infrastruktúrát megteremtő háttéripart és egy olyan tudásbázist, ami Ausztriának egy jelentős bázist ad. Magyarországnak is vannak ilyen területei. Ez a terület egy 3%-os gazdasági növekedést jelent a magyar kormány szerint, ami mögé még oda teszi a kormány költségvetési fejezetként az úgynevezett Széchenyi rekreációs kártyát, amiben beletesz személyenként 300 ezer forintig igénybe vehető a munkavállalók által ismert kafatéria rendszeren belül igénybe vehető szolgáltatást, amit a munkaadók adhatnak. És ez egy olyan piacélénkítést jelent megint, hogy a megteremtett ipart ezen a területen megint csak egy fizetőképes kereslet tudja igénybe venni, és így fenntarthatóvá válik a termelés. Természetesen az idő rövidsége miatt különösebben belemenni a részletekben nincs lehetőségem, csak az irányokat szeretném jelölni, és természetesen nem olyan mértékben, mint ahogy idáig, de a külföldi tőke beáramlását is mindenféleképpen támogatnia kell a magyar kormánynak. Ezek között már kézzelfogható lépések történtek, ugye már korábbi időszakból a Mercedes beruházás, illetve az Audi beruházás, és a tőke átáramoltatása, a megtakarítások a személyi jövedelemadón keresztül ugye különböző ösztönzőket kaptak még a kormánytól. Ezeknek a tőkejövedelmeknek az igénybevételét még tovább könnyítette ugye az egységes 16%-os személyi jövedelemadó, mint gazdasági háttér ennek az ambiciózus célnak a megjelölésére, amit ma hallottunk a pénzügyminisztérium, illetve a gazdasági miniszter úrtól, hogy 2014-re egy 400 ezer új munkahelyet teremtő gazdasági növekedésben gondolkodik a kormány, ami véleményük szerint a meghozott intézkedésekkel együtt fenntarthatóvá válik. Tehát nem kell új foglalkoztatáspolitikát nekünk kitalálnunk a CÖF-nek, arra kell törekednünk, hogy ezek a valóban reális és ambiciózus célok megvalósulhassanak, és egyetlen egy területet említenék meg, amiben még ugye bővebben nem került kibontásra ez a program, ez a szakképzésnek az iránya. Mert ugye a mostani foglalkoztatás az a meglévő munkaerő struktúrának a tudására épül, de nyilván abban nem nyugodhat meg a magyar társadalom, a magyar politika, hogy ilyen alacsony képzettséggel, egy szétvert szakmunkás képzési rendszerrel hosszú távon fönntartható lesz a magyar társadalom optimális foglalkoztatásának a környezete. Ennyire futotta ebben az időben és a képességeiben. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen Palkovics Imrének.